Magyarországon 1948 óta március 8-a a nők napja. Budafok Tétényben a szokásokhoz híven idén is több program keretein belül köszöntötték a hölgyeket ez alkalomból. A Cifra György közösségi színtérben Karsai Ferenc polgármester osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Nő és férfi egysége, ez ma manapság már nem is annyira természetes dolog, hogy egy párt, egy hölgy és egy férfi ember alkot. Én pedig úgy gondolom, hogy ez így normális és így van rendben. Ez a Yin és Yang, ezt az ősi kínai jelképet bizonyára ismerik, mikor egy kört egy görbével egy fekete és egy fehér részre osztanak, és az egyikben is a fekete részben van egy kis fehér pötty, a másik felében pedig fordítva, és ez a kettő így alkot egységet. Úgy vélem, hogy ez férfi és nő kapcsolatára is így igaz. Ennél talán szavak formájában Karinthy Frigyes fogalmazta meg jobban a dolgot, aki meglehetősen viharos házasságban élt, és ő mondta, hogy a férfi és a nő az két teljesen külön világ, két bolygó, két planéta, nem is értjük egymást, azt se tudjuk a másik mit akar és miért, és egészen biztos, hogy férfinak is és nőnek is egész másra van szüksége, a hölgyeknek a férfiakra pedig a nőkre, úgyhogy maradjunk ennél. A polgármester tulipánokat adott át a hölgyeknek tisztelete jeléül, majd a délután további részében folytatódott a táncos mulatság a Kristály Duó közreműködésével.